A hivatalos DreamWorks, ami egy nagyon jó rajzfilmeket csinál, köztük a Shrek-et is, kiadott a Robloxon belül egy Shrek-es tycoonos játékot, ezt fogjuk most megnézni. Bizony, ez hivatalos Shrek-es játék, méghozzá az, hogy én most Noob Villager vagyok, elvileg újra kell építeni Shreknek a házát. Hello Shrek! Szerintem ők is ráéreztek, hogy Shrek mekkora mím lett mostanában. Építeni kell a swampot. Kész is van. Hát ez nagyon jó. Egy coinba került. Jaj, a zenét valahol nem tudom levenni. Nekem nem kell a zene most, bocs. Oké, és nézzétek meg, milyen jók ezek a modellek. Látszik, hogy ez hivatalos Shrek-es tycoonos játék. Amúgy annyira jó, hogy már az emberek és a cégek is rájöttek, hogy a... De szokra van a közelben. Hogy a Robloxon belül lehet ilyen közös együttműködéseket csinálni. Na, hát ez meg is lett. I see you down the swamp. Ez volt a swamp? Nem. Ja, ennyi volt. Ez volt a tutorial része. És innentől kezdve kezdődik a mókaság. Egy coinort tudunk venni fát. Nice job. Nem tudom, mi történik, de itt mi történik len. Oh my god, ez mi? Jesus Christ, ez húzza az igát? Vagy ez most hogy van? Várjál, most ez itt mi ez a D betű? Jó, ez egy kicsit máshogy működik. Honnan lehet szerezni coint? Az a legjobb. Mi 591-en van. Hát akkor... Lesz egy párja, hogy ők is itt vannak, de miért az én mocsaramba vannak ők? Még csak ott tartunk, hogy megveszük ezeket a leaderboardos dolgokat. Jó, ez még ingyen van. Ezzel erőt tudok gyűjteni, ja értem. Ó, van benne double jump. Oké, várjál, ez 50 coinba kerül. Mi ez? Hogy működik ez? Béka? Nem tudom, hogy mi ez, de nagyon érdekes. Jó, ez Robuxba kerül, hát gondoltam, hogy pénzbe kerül. És ez mi? Most ez hogy van? Várjál, 2K coin, 440. Ó, így lehet coinokat szerezni, értem. És ez? Ezzel lehet coinokat szerezni, hogy tényleg egyik oldalról a másikra húzom? Érdekes alapconception, de vegyünk még dolgokat. Na, várjál, mert ott van egy, ja, az a VIP aréna, bocsánat, hát honnan is gondoltam, hogy nem a VIP aréna lesz. Ott van még egy ilyen ingyen coinér, nézzük azt is meg. Szóval Shrek, itt nézzétek, itt. Hova építhetem meg a házam? Négy coinor, vajon jól megcsinálták a DreamWorks-os srácok? Ők nagyon ügyesek. A legtöbb meséjük nagyon jó, gondolok itt például a Ineved a sárkányod trilógiára, amiből amúgy most készül film, de vajon ezt a Robloxos játékot is képesek voltak ügyesen megcsinálni? Hát ez jó kérdés, majd mindjárt megnézzük. Szóval itt tudok coinokat szerezni, hogy idejövök és húzom az igát. Szó szerint húzom az igát! De jó! Erre is itt van 440 ezé coinér. Wow, jó gyorsan meg lesz. Akkor ezzel mindjárt meg is leszek. Ezt még itt áthúzzuk. De van ilyen giftem. Kérem szépen a 300 coinomat, köszönöm szépen, és akkor ezzel ki tudjuk ezt állakolni. És a Magic Mirror! Magic Mirror! Oh my god, Magic Mirror! Hát ez nagyon jó. Várjál, és ezeket így összetudom? Nem lehet így összeszedni. Ja, értem, hogy... Ja, megvan. Értem már a lényegét, hogy mi lesz ebben a nehéz. Össze lehet vonni itt a dolgokat. 250 coinért adjon nekem még erőt. És akkor... Várjál, ezt meg ezt együtt már el tudom húzni. Ó, nagyon jól van ez kitalálva, hallod? Nagyon jól, hát nem tudtam, hogy többet is el lehet húzni ebből. Tessék, kész, ez is megvan. És akkor 2K-ért cserébe, tudjuk, de még adjunk hozzá erőt magunknak. Most már 12 erőnk van. Aha, ez most már itt nehéz lesz, de így még el tudjuk húzni. Na, ezt ebből kérnénk még akkor. Azt nem tudom, hogy megérné ez, hogy... Hát 14. Hogy ebből többet húzunk el? Ebből is el tudunk húzni kettőt, esetleg hármat is megnézzük, hogy el tudunk-e húzni? Mindjárt megnézem, várjál, mert... 1, 2, 3. Ide néz. 3-ra még kevés az erőm. Na de... 2 ilyen, és 1, egy ilyen. Viszont nagyon jól ki van találva, nekem tetszik ez az alapgondolat, hogy ez így legyen. Várjál, viszont fejlesszük már az erőnket. Oké, és nézzétek, mert itt 32 coinért itt még tudunk vásárolni fácskát, meg ilyen még fácskát. Ja, hogy ez is lesz majd ide is kell jönni. És itt... Ja, pénzért cserébe, ja értem, mint hogyha a DreamWorks-nak nem lenne így is temértek mennyiségű pénze. És itt... Most ez hogy van? Hát akkor fejlesszünk, amit tudunk. Nem tudom, hogy miket lehet majd még fejleszteni, de az biztos, hogy elég sok mindent. Nézd meg, milyen szép lesz itt a mocsaram. A mocsaram. Ott egy N betű. Ide látom. Elém került a fa. Nézd, ott az N betű. Az ezt a Donkey-ból az N. Donkey! Jó, akkor szerintem itt több dolog nem lesz.
És gondolom, hogyha összerakjuk itt a letters, vagy mi az a betűket, összerakjuk, akkor kapunk cserébe majd valamicskét, fricskét, bicskét. Ezeket is itt össze kell rakni, de érted, ilyeneket kell benne megvásárolni, hogy kivágott fa, meg veszélytábla, meg ilyeneket. Ez hol? Viszont erre már nincs elég pénzem, úgyhogy vissza kell menni, húzni az igát! Húzzuk csak az igát! Na, 1, 2, 3, na, most már elbírok 3-at. Nem, még mindig nem bírok el 3-at, de gyenge szutyok vagyok. Bőven elbírom, így is kell ezt csinálni. 2 ilyet, 1, 2, meg 1 ilyet. És ezt most már így bőségesen, jóságosan el tudom húzni. Viszont adjunk már magunknak erőt még. Na most már végre el tudom húzni, hát erre vártam már mióta. Gyerünk már. Kicsit lassacskán megy, de legalább el tudom húzni. 1, 2, 3. Nem tudom, hogy jobban megérje. Na, most már ez egész jól megy, viszont kezd gyengülni a karakter. Így is van. És akkor következőleg meg már azt fogjuk megvenni 2K coinért. 0,5 szek. Oh my god, hát ezt könnyű szerrel visszük el, és ez nagyon sokat ad. 2 kardot esetleg? 2 kard? Á, 2 kardot még nem tudunk cipelni. 3K. Ennyi volt? Ez volt a Coop Event? Vagy most lemaradtam róla? Vagy mi történt? Vagy most ez mi volt? Hopp, ott is látok egy E-t. Donke! De hol van az O betű? Mert azt még nem sikerült megtalálnom. Úristen, ennyi minden lesz. Hát ez még fejlődni kell. De ide is meg kell építeni azért a swampot. A swampot! Úgyhogy menjünk vissza. Amúgy nagyon jól meg van csinálva, minden elismerésem a készítőknek. Ó, de nézd, milyen erős lett a kis törökméz. Egyet, még mindig csak egyet tudom elvinni. Na, erőpoti, hol van a poti? Na várjál, vannak hozzá kódok, na majd írjatok nekem kódokat. Rebirth, meg, ja, kétszeres erőt kaptam. Ó, 24. Ezt így most már könnyű szerrel visszavált egyik helyről a másikra. 2K, ide néz, törökméz. Ez már nekem is sok, viszont ennyit el tudunk vinni. Nice job. Na, és akkor Shrek House. Megépítjük a Shrek House-t. Oh my god, a Shrek House. Oda néz, hogy készül a Shrek House. Hát itt mindent meg tudunk venni neki, Shrek House. Újraépítjük az egész, bocsánat, ne akarok leülni, hagyjál már. Ide 250 ér. Ide néz. Jönnek itt a dolgok. Apá, ez már viszont rendes pénzbe kerül, az nekem nem kell. Itt a fotel. A fotelt azt egy Rebirth-ért cserébe tudjuk megvenni, a fotelkát. Azt a mindenit neki. 80K, 90K. Még az ágyat. Egy Rebirth után tudjuk megvenni. De legalább annyi van benne, hogy az nem izébe kerül, hanem Rebirth-be. És nézzétek meg, milyen szépen épül. Nem tudom, hogy háztető mikor lesz rajta, de lassan gondolom azt is már tudunk rátenni. Húzzuk az igát, húzzuk a... Obi! Érted, megvettem az Obit. Ide is tudunk egyet. Ó, várj, ez el fog vezetni engem valahova. Biztos vagyok benne. Ez elvezet engem a mocsáron túli ezéhez. Ez mi ez? Passzív jövedelem? Opa. Ez passzívan hoz! A maga! Hát ez nagyon jó! Hát ez kellett, ez a passzív jövedelem. Rebirth-ölni kell majd. Nézd meg, bizonyos időközönként, na itt a Rebirth, azt mondja 500, find a donkey, és a lényeg, hogy megvan. Egy Rebirth token, kérjük szépen. 35 coinba kerül. Oh my god, várjál már, most akkor az történt, hogy elvesztette itt a cuccokat, és most előről kell de hát ez így nem jó. Hát ez így nem okés. Ez mi? Ja, ez pénzbe kerülő Shrek helmet. Shrek outfit. Gingerbread. Kis mézi outfit. Okay. Nem baj, legalább itt szedünk 20 coint per másodperc. De ez így nem jó, hogy ezt mindig úgy kell előről kezdeni, hogy itt a felépítést kell előről kezdeni. Ez így nem kóser. Ez így, hogy mondjam, ez így nem jó. Ennek nem így kéne történnie. Hát ez ennek meg kéne maradnia. Szerintem, na ez az első dolog, ami így nem igazán... Nyerte el a tetszésemet. Ide nézd, mennyit tudok elvinni egyszerre. Ide nézd. Már magamtól sokkal erősebb vagyok. Önön magamtól. Simán elviszek. Hát, simán. Gyerekjáték. Viszont el fog tűnni ezért a double. Na, úgy mennyit viszek. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jaj, Istenem. Eltűnt az erőm. Mindegy, attól még ezeket tudom. És nem tudom, ennyi volt, 2 tudok megint csak vinni, ami tök gatya. Okay, nem, csak 1 tudok még mindig vinni, viszont ez ilyenkor többet ad? Nem hiszem, igaz? Na mindegy, azért ez megvan. Okay, kell ez, és akkor ennyi.
el is költöttük rá. Ne mondd már, hogy még mindig nem tudok kettőt cipelni egyszerre. Fú, de nagyon idegesít a többi ember amúgy. De elmondhatatlanul idegesít itt a többi ember. Na viszont menjünk vissza, mert itt még vannak dolgok. Fákat kell, ilyeneket kell építeni, de ezek megmaradhatnának, nem? Tehát alapvetően az őszintét megmondva ezekre nincs úgy szükség, hogy minden egyes alkalommal újra kelljen vennem. Na, fejlesszük, amennyit tudunk, 26-os, jó lesz. Ne mondd már, hogy nem bírok el. Ne mondd már, hogy így is csak egyet bírok el. Ezt az igazságtalanságosságot. Na végre, most már legalább kettőt elbírok a kartból. Csak hogyha végig engednél itt jönni. Fejlesszük magunkat. Nehezen, de elviszem. Főleg, hogyha nem sétálnának be az utamba. Na gyerünk már. Vidd már! Oké. Okay. Érted? Miért kell minden egyes Rebirth-nél újra építenem nekem a mocsarat? Ez milyen hülyeség? Még jó, hogy a Dunky felirat nem tűnik el. Már csak arra kellene rájönni, hogy azok hol vannak. Na gyerünk. Új house, favorite game. Persze. Rakjuk rendbe. Nagyon jó. Jó. Nagyon jó. Lesz olyan, hogy elkészül az egész? Mert az nem jó, hogyha mindig újra kell építeni. Oké, meglett a kanapé. Kanapé. Vagy mi az? Fotel. Bocsánat, fotel. Ez is megvan. Még több coint kapunk egy ütőhelyünkre. Így kell ezt csinálni. Hoppá. Tessék, ez is megvan. Fújok egy orrot. Na most már elértem azt, hogy plusz 3-at adjon az a cucc. Úgyhogy most már egyszer kell csak rámenni, és nagyon erős leszek. Nagyon-nagyon erős. Oda nézz, ez nem is olyan hülye. Ide nézd, mennyit viszek egyszerre. Na? Kérdés, hogy ez vajon megéri-e? Ennyit tudok egyszerre vinni. Vajon ez így jobban megéri, mint az, hogy úgy gyűjtsem, hogy a kartból viszek kevesebbet? 3-at viszont már gond nélkül. Na, építsük meg Shrek házát. Azon gondolkoztam, hogy itt ugye van itt ez a rész, hogy akkor most megint meg tudom szerezni a izét? A chestet? Vagy már itt egyszer megszereztem, és akkor már tök fölösleges lenne még egyszer. Pedig jó lenne, ha még egyszer meg lehetne. You completed the swamp, Obi. A ház még nagyon nincsen kész. Amúgy, csak úgy mondom, hogy ezeket még itt rendbe kell rakni. És ez mi? Ez mi? Meg tudom fogni? Ja, hogy ez pénzbe kerül, ja, értem. Tudok enni. Megint kapunk pénzt. Ez az, boy. Ez a passzív jövedelem, ez nagyon király. És kész lett. Kész lett a ház. Oh my god, várjál, itt is van egy. Egy ilyen... Ezért elsírtam magam? Egy Rebirth token. Plusz egy erőt kapunk? Hát oké. Okay. És akkor megint Rebirth-öltünk. Hát haladunk ezzel, haladunk. Hát ez szupi. Szipi szup. Megint csak 20-at tudunk összeszedni. Amúgy ez így nem annyira efficiency. Nem post. Szóval nem tudok annyira efficiency-nek, meg olyan megérősnek. Persze sokkal erősebbek leszünk. Jó, az, hogy tényleg minden egyes alkalommal a fát kell. Várjál, mert van itt közös esemény, arra menni kéne. Na, csak húzza már be. Ó, hogy erre ennyi pénz kell, és akkor lehet megszerezni. Ez a közösségi esemény, hát az soha nem lesz meg, már most mondom, hogy erre most, hogyha nem mennek itt a nagyok, akkor ez gatya lesz. Tehát azért nem tudom végighúzni, mert itt összebágol az emberrel. Hát milyen hülyeség ez. Na kérem, még az erőt, na már 21-nél tartunk, meg kéne jegyezni, hogy hol van az a szint, ahol már nem kell, menjetek már innen, hát nézd meg, mit csinál, hát összebagolunk, nem lehet valahogy kikapcsolni az embereket, mert nagyon idegesítőek amúgy, toing, már 24 az erőm, jó, ez könnyű szerrel viszem végig, nézd meg milyen izompacsirta vagyok már, nézd meg. Viszont menjen innen. Ajaj, ez nem jó. Úristen. De ő miért bagol így? Ő neki miért kell? Miért kötelező neki bagolnia? Nézd meg, most 4-et is simán végig tudok vinni. Áruld el, hogy ez hogy van. Ott még van valami, nézd. Ez mi? Fence. Fencét még meg se vettem a fencét. Hát ez elengedhetetlen a fence, hogy itt legyen a szép fence. Na végre megvan a 2K. És ezzel megvan ez is. Na, ez most itt van, most itt lesz az event. Hát ez nagyon jó. Hát ez nagyon jó. Ezt itt szedjük már össze, ha már itt van az event a közelben. Oké, okay, és meglett. Tessék, 6000-et kaptunk. 6000-et! 6000-ből pedig fejlesztem az erőmet, mert szeretnék jó erős lenni. Jó erős Shrek akarok lenni. Na most már elbírok 3-at is? Esetleg?
Ha csak nem bagol valaki ide az arcomba? És nem. Nem, hogyha egyszer a lendületből kilöknek, akkor utána nem fogok tudni menni. Nézd meg, most gond nélkül végig sétárok hárommal, máskor meg nem. Úgyhogy nem tudom, hogy mi alapján van ez, de az biztos, hogy még erőt, meg még erőt, meg még erőt, meg még erőt. Ez az boly, ez az boly. Szerintem most már van rá annyi pénzem, hogy sose fogy el. Imádom, hogy ezeket mindig meg kell venni, holott amúgy csak ilyen izékből áll, ilyen 35 coin meg ilyenek. Azt tudod, amikor már 80-szor rebirth-ölsz, akkor lehet, hogy unalmas lesz újra meg újra megépíteni, bár ahogy nézem, még ott fent is lehet majd még aztán majd építkezni, majd a későbbiekben remélhetőleg. És akkor megint megszerezzük az izét, a ládikót. Minden egyes alkalommal a szorzókat meg kell szerezni, hogy mi az a passzív bevételi forrásokat újra meg kell szerezni, és egyik sem ad többet 20-nál. Ugyanúgy 20-at ad. Ugye megépítjük Shrek házát is. Tokkal, vonóval, meg minden, azt a mindenit, hát ez durván meglett, ez mi? Na, hát megépítettük Shrek házát, ismételted csak, és akkor itt van. Hoppá, nézd, itt még lehet fejleszteni, mindig egy kicsivel több dolgot rakunk hozzá a házhoz, ahogy nézem. És ez mi? Itt is van még, ez a dagonya, oh my god, dagonya, ebbe dagonyázott, és itt ezek lennének a tündérek. Jaj, de jó, Na, hát megépült a dagonya, meg ott volt még fenn egy. Ugye? Itt. Nem tudom, hogy ez mi, de pénzbe kerül, úgyhogy nekem nem kell. Re, itt is van egy. Nézzük már meg, mi van itt fönn. Mert itt is van egy pár kör. Ott a donkiből az ó. Hát ez csodálatos, és kapok még egy kicsit. Hát ez jó, hát ez jól van megcsinálva ez a játék. Mindig egy kicsit többet. Oda néz. És itt kijövök a hizébe a házba, de jó. Na, hát legalább ez is megrett. Bridge. Na ide is csináljunk egy bridge-et. Figyeld már, most már más dolgok felé haladok. Ja, ez pénzbe kerül, bocs. Bocs, én kérek elnézést, hogy innentől kezdve már fizetni kell érte. Viszont oda még tudunk menni. Tök jó, hogy amúgy már rég nem húztam az igát, de még mindig tudok építkezni. Egyre szebb és szebb lesz ez a erdő. Két reverse token. Oké, és akkor itt fogyott el a dolog. Itt fogyott el. Ide még ezeket vegyük már meg. Hogy legyen szép! Kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz ténylegesen elkészülve ez a hely. De hogy ezeket is újra meg kell venni, hát ezt besírok. Még ezért is kapok. 175-öt szedek össze együtt a helyemben. Na már amúgy egész pofás. Milyen szépen néz ki. Tessék. Ezt még meg se szereztem. Ja nem, ezt még csak most fejlesztettem. Jó, értem. Menj már onnan, hát lassítod az igahúzásomat. Már csak egy key kell, a kulcs. Már csak azt kell összeszednem, és akkor meg lesz. A donkey. Az nem tudom, hogy mi történik akkor, hogyha az meg lesz, de meg lesz. És ennek örülök. Na fejleszünk az erőkre, jó? Még kérek, még. Na oda nézd most már milyen erős lettem. Most már 1, 2, 3, 4-et is elbírok. Ugye? Igen, azért mondom, már 4-et is elbírok. Hát nehogy már. 1, 2, 3, 4. Úgyhogy nem jön be a bagos mindene. Így 12 000. Remek, szuper, és akkor erre még nem is fejlesztettem itt a dolgokat. Közös esemény van. Hol vagyok? Jó, erre még kell adni bele. És kész. Elkészült. Nem tudom, hogy megérte-e beleadni ennyi pénzt, de... lehet ilyen mud shower-t csinálni. Mi az? Moslékzuhányzó, plusz 5 ér. Miért nem lehet itt meghúzni a kart? Tehát az lenne a lényege, hogy meghúzod a kart, és akkor ott jön a moslék. Mert itt, hogyha jól emlékszem, akkor... Itt volt még ez, amit itt nem csináltam meg. De ezeknek már borsos ára van. Borsos ára van. És ez mi? Hidden trash. Oh my god. 100-at kapok per pillanat. Per... Mi az? Szek. Per 5 szek. Oké. Okay. Jó, hát ezt megérte fejleszteni. Még elég drága is volt, de akkor is. Itt nincs egy donkey eldugva. Nincs, csak bele tudok menni a falba. Na mindegy. Legalább ezt is megtaláltuk. Úristen, vissza tudok jönni az elejére. Mi a fene? Eltűnt. Mi a szösz? Ez most mi? Most mitől lett egy csiga? Mi most... Ezek most hogy változtak meg? És mitől lett hagyma? És ebbe kell betenni itt a dolgot. Oké, hát ez elkészült. Sirály. Viszont eltűnt a kart, helyette lettek ilyen gyíkok, békák, mocskok, meg minden. Ez hogy lehetséges? Vagy most mi... Most mit kell csinálni? Most ez hogy van? Ez kell ahhoz, hogy itt a Shrek event meg legyen? Addig csak ezeket használhatom? Vagy ez most mi? Ja, de itt a Shrek! Most nézem, szevasz! Hey! Úristen! Oh my god! Finish! Oh!
hogy ide is meg tudjuk építeni ezt a dolgot. 17-et ad per másodperc. Egy ferry cucc. Ez mi ez? 3000-et ad? Oh my god, hát ez így, akkor most már így nagyon jó vagyok. Na, még akkor, még szeretnék. 3-at elbírok belőle. A csizmász szatyúrnak a üzé cuccát. 18k-ba kerül. Kompliteltük az eventet is, azt a roldás mennyi pénzem lett. Jó, akkor ezeket itt most megcsináljuk. Amennyit tudunk, bár ezek már azért jóval drágábbak. 1k. Na mindegy, hát amúgy annyira nem osz, nem szoroz ez a vagyon. Már itt engem annyira nem érdekel, viszont ezt megveszünk. Mert rögtön a nehezebbet vettem meg. Csíz, a szatyúrnak azért nagyon nehéz, azt a mindenit. Hát az nagyon nehéz, lehet, hogy tényleg jobban jártam volna a mérgezett almával. Na hát lehet itt fejlődni, viszont hogyha most rebirth-ölök majd, akkor... Hát az úgy nagyon necces lesz. Akkor ott már nagyon sok minden dologra kell majd összeszednem a pénzemet, ha azt nézzük. Na még húzzuk végig a mérgezett almát. Jaj, de jól néz ki a mérgezett almát. Tudj, 5k. Na! Szuper, hát ez csodálatos, csodálatos, elképesztő. Szerintem eddig jutottunk. Amúgy nekem tetszik ez a játék. Várjál, még egy pillanatot. Még egy pillanatot. Mert megvan a Donkey-ból az Y. Hát ez is meg lett szépen lassan. Szóval, hogyha szeretnéd, hogy folytassam a Shrek bocsár felépítését, akkor nyomjál nyugodtan egy lájkot, iratkozzál föl, és lesz meg a leírás, és ott éred el ezeket a nagyon vagán zsédós cuccokat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, vigyázzatok magatokra, sziasztok!